Anya elment, azóta nem láthatja a gyermeket, mert hiába jött haza minden nyáron a kijelölt kapcsolattartás, édesanyja nem adta át, és a győri gyámhivatal és a bíróság soha nem hajtotta végre a végzést. 18 éves a lány, édesapa már megfordult, 5 éven keresztül járt az Európai Bíróságra, ő is 18 éves a lány, és azt se tudja, hogy van édesapja. Őket mind képviseljük. Nézzük röviden, akkor már kértek tőlem időt, hogy hogy működnek a bíróságok az én esetemben. Volt egy konfliktus, ahol tanúkkal tudom igazolni, hogy a bántalmazott fél én vagyok. A gyermekem családjába tartozó illető bement a bíróságra, és azonnal megvádoltak engem. Jelenleg vádlott vagyok garázdaságért, ugyanakkor gyermekbántalmazásért, garázdaságért, könnyítési sértésre, amiért feljelentést tettem, a rendőrkapitányság nem indít eljárást, de el sem utasítja. Ezáltal nem tudok élni a panaszjogommal, ezáltal nem tudok fellebbezéssel élni. Vádlott vagyok, el fognak ítélni önért, amit nem követtem el, és az én feljelentésem alapján nem indul büntető eljárás. Az ügyészséggel levelezünk folyamatosan, több 100 000 forint egy beadvány az ügyészségre. Gyakorlatilag megkérdezzük tőlük, hogy akkor most hány óra van, és akkor válaszolnak, hogy piros, mellé beszélnek, nincs tovább. Másik eset, Gödöllői Bíróság, ebben a vádlotti ügyben nem szolgáltatja ki a bíróság a hanganyagot nekem, nem tudja lejátszani, mert nincsenek technikai feltételek a bizonyítékokat. Az iratbekintési jogommal kapcsolatban nem tudok élni, mert szintén azt mondja az ügyintéző, hogy fogalmam sincs, hogy kell lejátszani egy CD-t. És a bíróság kötelez engem, hogy dobjak be 3 CD-t nekik, mert arra majd ők kiírják az anyagot. Bedobtam a 3 CD-t a meghatározott határidőn belül. Kapok a bírótól egy levelet, hogy nem kapták meg a CD-t, így nem tudok hozzájutni az anyaghoz, fellebbezésnek helye nincs. Bedobtam a 3 CD-t, videófelvételem van róla, de nem tudok fellebbezni, hogy az a mocskos gödöllői bíró kiadja azt, hogy nem dobtam be a 3 CD-t, és úgy vádolnak, teljesen alaptalan, ugye mondom, hogy édesanyának az érdekkörében ugye volt politikus is van, és tudom azt, hogy elér a Gödöllői Bíróságra, ügyészségre a kezük, és úgy vádolnak, hogy nem is ismertetik velem a bizonyítékokat. Pontosan tudom, hogy mi van a hangfelvételen, de az ügyvédnek nehéz képviselni engem, hogyha nem jut a kezébe. Akartam még egy-két dolgot mondani. Azt hiszem, hogy akkor most átadnám a szót a további felszólóknak. Egy rövid betekintést akartam mutatni abba, hogy a bíróságok mennyire mocskos, korrupt módon járnak el. A rendőrökre ugyanez vonatkozik, az összes rendőrre kivétel nélkül, arra a kettőre is, aki itt áll, ugyanis ők is a parancsot hajtják végre, és hogyha valaki szól nekik onnét föntről, hogy nekem rosszul áll a szemem, akkor már visznek is. Még annyit itt röviden vissza a bíróságra, hogy hiába könyörgöké, hogy vegyék át papíron, nem vesszük át, mert Covid van, nem találkozhat az ügyintézővel. Nem vesszük át, mert most nincs itt a bíróságon senki, jöjjön 11-től 12-ig, és akkor vannak, bocsánat, dolgozom. Tehát nem tudod az életedet élni, több 1000 forint ugye folyamatosan, 10 000-ek, hogy a bíróságokra tértivevényt küldjél, és még ott is simán lehazudhatják, hogy üres volt a boríték. Úgyhogy ez a magyar jogállam, ez a magyar jogrendszer, mi a gyermekek érdekében próbálunk továbbra is fellépni. Nem érdekel minket a rendőri korrupció, hatalom, visszaélés, megpróbálunk minden tőlünk tehetőt. Úgyhogy www.kiállunkagyermekedért.hu, és még egyszer kérem, aki szimpatizál, az is a Facebook csoporton is, a Kiállunk a Gyermekedért, gyere velünk Facebook csoporton, jelentkezzen be, videókat teszünk közzé, nagyon komolyan csináljuk most ezt, úgyhogy segítsenek nekünk, vagy kérjék a segítségünket. Köszönöm.